zsoltárokban pedig énekeltük, hogy az igaz ember világít, mint fény a sötétben. De mit is jelent a Szentírás szerint az igaz ember? Szent Józsefet, a kis Jézusnak a nevelő apját, is igaz embernek nevezi a Szentírás. Mégpedig azt, aki az Istent nagyon szereti, és ez az isteni szeretet áthatja az egész életét, és minden szeretetből tesz. Vagyis a jó cselekedetek világítanak akkor, amikor az ember az Isten szeretete miatt teszi a jót. És lehetne kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy mi a jó cselekedet, és mi a rossz. Azt gondolom, hogy a kisgyermekek is tudják azt, hogy mi az, amikor jót tesznek, és mi az, amikor rosszat tesznek. Mert hogy mindegyikünknek van lelkiismerete. A lelkiismerete, a lelkiismeret pedig az Isten szava bennünk. Vagyis az, akinek egészséges a lelkiismerete, az a lelkében megérzi azt, hogy jót tesz, vagy éppen rosszat. Ha jót teszünk, akkor a lelkiismeretünk megjutalmaz bennünket. Ilyenkor öröm van a szívünkben. Örülünk, hogy valami jót tettünk, hogy valakinek ténylegesen örömet szereztünk. És akkor, amikor pedig rosszat teszünk, amikor bűnt követünk el, akkor a lelkiismeretünk vádol bennünket. Van ilyen, hogy lelkiismeret furdalás. Akkor, amikor bűnt követünk el, akkor azzal nem csak másnak okozunk fájdalmat, hanem a lelkiismeretes ember, az egészséges lelkiismeretű ember a saját lelkében is érzi, hogy bűnt követett el. És bizony a lelki ismeret furdalás az nagyon fájó dolog tud lenni. De az Úr Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a fény az éjszakában. Akkor, amikor Nagybölgyben, nagy csütörtök éjszakáján imádkozunk, ugye akkor elfogják Jézust, és akkor itt a templomban egy érdekes dolog szokott lenni, az Úr Jézussal együtt virasztunk, szépen besötétedik, és ide az oltára csak gyertyák vannak helyezve. Nem csak egy gyertya, hanem az a húsvéti gyertya, az a nagy gyertya, Jézus Krisztus jelképezi, és köré teszünk 12 gyertyát, ami az apostolokat jelképezi. És ugyan a Szentírásból olvasunk föl részleteket, mindig eloltunk egy-egy gyertyát. És a végén már csak a nagy gyertya világít. És az az érdekes benne, hogy amikor az az egy gyertya világít, akkor is tudunk igazodni hozzá, mert látjuk azt a fényt, hogy ott van az oltáron. Persze minél több a fény, minél több gyertya ég, annál nagyobb a fény a templomban is. Valahogy így vagyunk mi is. Hogyha csak egyedül tesszük a jót, az is világít. Azt is meglátják a többiek. De ha közösségben vagyunk, ha többen vagyunk, akkor még nagyobb a fény, még nagyobb az erő. Azt gondolom, hogy akkor, amikor a gyerekek eljönnek ide a templomba, és együtt imádkozunk, például amikor együtt imádkozzuk a mi atyánkot, mert azt mindannyian tudjuk, akkor mindig öröm van a szívünkben, főként az idősebbeknek, hogy milyen jó, hogy vannak fiatalok, vannak gyermekek, akik tiszta szívükből tudnak imádkozni. És mondhatjuk azt, hogy ti is fény vagytok itt a templomban, akkor, amikor tiszta szívetekből imádkoztok itt az Isten házában.